Ki van? Áruló! Árulás! Igen a... Hajd el! Sal, elnye már, bizúj nekem estek! Én helyettem, hogyha itt más állna. Tán a nyavaja is kitörni. Kedves vitézek, csendesen! Víz az ördög nem alszik. Szégyen gyalázat kardot ragadni! Hát egy magyar, csak fél bajusz a hegyével. Kukorra küldhet egy szegény kemélyet. Hallottad el szerelmem nevét? Ahol öt magát lopta más. A királyné dorbézoló mulatságában. Mit veszik, szóval? Jó, tehát mégsem tudod. De igaz. A királyné megbecsülést és a rangot ígérő porintésétől a Bolond Balázsig megszédült. Hogy mehet? Felhozta hát ide makulátlan feleségi tanátor. Bármennyire is dörömbölt az a féltékeny nagy szíve. Csak csendesen. Csak ezt az egy éjszakát nem kellett volna elakni tőle. Hát amíg te itt velük vagy, addig otthon Otto és Melinda. Hogy csúl, ne tartál! Szolgálatokért cserébe bizony nem ezt értem elém. Látod, a király úgy kezedbe adta egész hatalmát, Ládorrá tett. És hogy se Ottónak, se Gertrúdnak kutyában ne légy, el kellett menned ország ellenőrző körútra. No, bánk! Hát nem kacagsz vele? És itt van velünk Ott Tamás rendező és a Bánkbánt megszemélyesítő Benedek Dániel színművész. Üdvözlünk titeket, szép jó estét kívánok, és akkor rögtön itt az elején tegyük tisztába ezt a trónok harca motívumot, vagy eszközt, mint inspirációt. Hogyan jön a trónok harca a mi szép magyar történelmünk 1200-as éveibe? Épp az előtérben néztük a Süsit, ugye ott már a sárkány vonal bejött a újabb inspirációba. Igazság szerint nem effektív a trónok harca ihlette, csak egy picit ez a fantasy világ, tehát egy picit ezeket az amúgy is nagyon didaktikusra írt szerepeket, karaktereket egy kicsit még inkább elrajzolandó próbáltunk gondolkozni azon, hogy milyen formát töltsön ez az előadás, és inkább ez a fantasy világ volt az első inspiráció. Nyilván az elmúlt időben a trónok harca volt az egyik legnagyobb ennek siker. Egyébként mi köze van ahhoz a gondolathoz, amit szintén megfogalmaztatok az előadás kapcsán, hogy azt akarjátok, hogy ezt az előadást megnézni, az ne legyen egyenlő a múzeum látogatással. Ez hogyan kapcsolódik ehhez? Szerintem annyiban, hogy nagyon sokat dolgoztunk azon, hogy az előadás minél feszesebb, minél sűrűbb legyen. Sokat húztunk belőle, sokat alakítottunk a szövegen. Az első egy-két hétben egy közös dramaturgiai munkát végeztünk el. Van, hogy megszólalok a 14. oldalon, és válaszolnak az 52-ről, és nem azért, hogy szétszedjük a történetet, hanem hogy minél inkább egybe húzzuk. És milyen szövegváltozatot használtatok ehhez? Eredeti katonaszöveget, és Nádasdy Ádámnak van egy úgynevezett próza fordítása, ami úgy jelent meg, hogy az egyik oldalon olvasható a katonaszöveg, a másik oldalon a Nádasdy féle próza fordítás, és rengeteg lábjegyzet, mind a kettőt használjuk, és igazából egy saját szöveget hoztunk létre ennek a mixét, itt ott én is belenyúltam Váradi Szabolcs barátommal, aki az állandó munkatársam, és ebből csináltunk egy alapszöveget, és ez az alapszöveg volt az, ami utána útjára indult a színészeken keresztül, tehát például Bánk, ugye nálunk a Bánkot nem ok nélkül játsza Benedek Dániel. De ez mit jelent, hogy nem ok nélkül? Mert egyébként azt mondtad egy interjúban, hogy hát nem biztos, hogy te jutnál elsőre az emberek eszébe Bánkmáról. A közeli barátaim, mikor elmondtam, hogy Bánt fogok játszani, ők kinevettek. Úgyhogy első dolgom volt szakállat növeszteni a szerephez. Így a nehezén már túl voltam. Igazából ennyi egy szerepfordulás. De egyébként milyen a te Bánkbánod? Fiatal. Fiatal, csapongó, útkereső. Talán ezeket. Hangyányit fordított dramaturgiát használunk, tehát a dráma végére érik belőle az a hős, amit általában rögtön az elején exponálni szoktak, tehát nálunk a Bánk inkább egyfajta felnőtté válás történet. Miért ezt az aspektust választottátok? Mert hogy egyébként nagyon beleívódott ugye a Bánk a nagyúra, kész
a kész férfi. Nagyon beleívódott. Igazság szerint a Bang Bangban a drámai vétségek nagy részét maga Bang követi el. És ezért ebből az irányból szerettem volna, tehát inkább mint egy hamleti figurát megközelíteni, akit a drámai csapások és a döntéshelyzetek nevelnek fel, azok miatt érik meg, és abszolút a Dani nagyon szépen járta végig ezt az utat, és az ő szerepkeresése és a próba folyamata az kb. Pont olyan volt, mint maga a Bánknak az útja a darab folyamán. Igen? Te is így érzed? Biztos, hogy egy nehéz folyamat volt, vagy újszerű. Ugye, amikor az ember picit az alkata ellen kap szerepet, vagy nagyon újfajta szerepkörben próbálhatja ki magát, az egy nagyon izgalmas feladat, és van rá esély, hogy az egy mérföldkő legyen egy színész életében. Ennek megvannak a maga nehézségei és verítékkel elért eredményei. Úgyhogy igen, ez egy út volt számomra is. Szerintem mindazzal, amiről mit beszéltünk, és főleg a te kérdésedre vonatkozóan az, hogy itt a fiatalokat mennyire tudjuk bevonzani erre a darabra, az szerintem már itt elérte a célját. De hogyha most néztük a képeket, akkor az is látható, és erről is szóltunk már, hogy a vizualitás is nagyon erős ebben a darabban. Konkrétan az imént éppen gipszszoborrá merevedett színészeket láthattunk a színpadon. Hogyan párosult ez a két szempont és ez a kettő, a formalitás, a vizualitás ezzel a egyébként nehéz szöveggel? Trónszékből indultunk ki, itt valóban lehet egy pici áthallás a trónok harcát, van egy nagyon emblematikus trónszék, hogy a kardokból kovácsol a sárkány tűz által. Nálunk pedig ez a trónszék, ezek szobrok, plasztikák, és igazság szerint ez az a fő motivuma a díszletnek, amiből aztán mindenki került, tehát a szereplők, az udvar, az ármány, az mind ezek közül a szobrok közül lépnek ki, tehát ezek kiderülhet az, hogy ezek nem egyszerű szobrok, hanem ezek hajdani alakok, vagy jelenlegi alakok. És igazából, aki biberákkal van, az is végül a szoborhoz kerül, aki szoborként jön ki, az udvarhoz is tartozik, de kicsit tartozik a magyar részhez. Tehát egy nagyon izgalmas képi világ az, amit Vereckei Rita Cserin úr és Memla úr Imi munkájával összesikerült hozni ebben. Ugye egyetlen nagy díszlet van, és amint említetted, abszolút célpont és mi több küldetés az, hogy a fiataloknak olyan bánkbánt tudjunk adni, olyan nagy klasszikusokat tudjunk adni. Nem is mondom, hogy újra fogalmazva, mert igazából tiszteletben tartjuk, úgy gondolom, magát a bánkbánt. Egyébként szerintem abból derül ki, hogy mennyire zseniális mi vagy abból is, hogy mennyiféleképpen lehet hozzányúlni, hiszen sok-sok alkotó nyújt már hozzá, ezerféle előadás született. Nehezen adja magát, vagy könnyen adta magát, és ha nehezen, akkor miért adja magát nehezen azon? Hát szerintem semmilyen munka nem adja igazán könnyen magát, vagy azt érzem, hogy akkor végzünk jó munkát, hogyha nem adta könnyen magát, akkor adtunk magunknak elég feladatot. Én akkor szoktam csalódott lenni egy próba folyamat után, mikor azt érzem, hogy ez tulajdonképpen könnyen ment. Itt elégedett vagyok, mert nem ment könnyen. Tamás nagyon izgalmas képi világot álmodott hozzá, és egy nagyon erős formát, és egy kicsit ilyen másfajta próba folyamat volt, nem lélekkel bíbelődtünk, amiből kialakult a forma, hanem volt egy nagyon erős forma, egy elképzelés, amit utána megtöltöttünk belülről, lélekkel. Abszolút ez a Meyerhold metódussal dolgoztunk, nem a Stanislavskival, ahol viszont a reggeliét bíbelődjük el a szereplők, ami nagyon sokszor nem is voltak könnyű helyzetben a szereplők, hiszen egy szokásos kis reálba itt a partner, rögtön a viszony teljesen máshogy tud kinézni a helyzet adott és a cél. Itt pedig van, hogy valaki fönn van a falba, és valaki úgymond 100 kilométer egy teljesen más térben, mégis egymással beszélgetnek, mégis a viszonyt tartani kell, mégis a jelenetnek ugyanúgy el kell menni a céljába, és a helyzetet is pont úgy kell kezelni, mintha kis rád. Valahol azt nyilatkoztat, hogy egy kifejezetten szép darabot szerettél volna létrehozni. Azért most a mellékelt ábra is ez a beszélgetés is azt sugallja, hogy ez sikerült. Örülünk, hogy itt voltatok, és tényleg nagyon remélem, hogy sok fiatalot lesz majd. A Kaposvári Csiki Gergely Színházban, ahol ezt a sok mégis lehet látni. Nagyon szépen köszönjük. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.